Farsangi lakodalmas következik a Nagybaconi Benedekelek Művelődési Egyesület előadásában. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ma este itt mi, a Benedekelek Művelődési Egyesület tagjai, farsangi dalokat és népszokásokat mutatunk be önöknek, annak ellenére, hogy ezeknek nem igazán van hagyomány a falunkban. Egyesületünk céljai közt szerepel nem csak a hagyományok őrzése, hanem azok megteremtése is. És ezért gondoltuk, hogy ma este ezekkel fogjuk szórakoztatni önöket. Régen, főleg a szigorú egyházi törvények szerint a farsang a házasságkötések időszaka volt, ekkor szervezték a legtöbb lakodalmat. Ez volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Így járt az a regény is, akiről a következő énekünk szó. Körjegyzőség, marhalevél kezelője.
hivatalom teljes minőségében és domborodó ingemben, meg a nyakkendőmben köszöntöm az ifjúvát, Katasztrófa kis Pirit és Tömlős Fricit. Felálljátok most a gyorsan feltett kérdéseimre. Most, amikor a házasság idájába hajtjátok megöregedett bortól és pálinkától gőzös fejeteket. Intézem a kérdést először a mennyasszonyhoz. Akarod-e a melletted álló, széles vállú, ferde szájú, tömlős pistát? Bocsánat, Frici, hálóstán, házastán. Nem ott ül a tévében a barattal, hogy 20 mazit ez a téma alatt, hogy válaszolni. Hát... Jó. Most a vőlegényhez szól. Akarod-e a melletted álló gyönyörű szép virágszálat? A katasztrófa kis Pirit feleség. Akarom, ha? Egybehangzó véleményetek alapján, ezennel törvénytelen farsangi házastársakká nyilvánítalak benneteket. Mondjátok utána az esti szövegét. Én katasztrófa kis Pirit fogadom, hogy a mellettem álló tömlős Ficit szeretnék. És házastársul megyek hozzá. Követem őt minden jóba, s az ivóba. Nagyon vigyázok rá, hogy Frici észre ne vegye, ha a szomszéd karjaiba a sors bent felett. Nagyon. És most a vőlegényhez fordul. Én tömlős Frici fogadom. Na így kellett volna, te is mondjam. Hogy a mellettem rámészkodó katasztrófa kis Pirit, hogy a mellettem balmészkodó katasztrófa kis Pirit szeretem, és házastársamul veszem. Követem őt minden jóba. De csak akkor. Ha majd jön aztán velem a pokolba. Házassági dresvödrös útján járjatok szerencsével. Remélem, hogy hangazó szerdáig majd kitartotok egymás mellett, míg az akkori elmúlás el nem válasz. Éljen a kivéhet ifjú pár! Kedves tisztességben kivéhet gyermekeim! Ezen a jeles napon azért gyűltünk össze, hogy ne legyünk szép. Kedves kivéhett ifjú pár! Hivatottan minőségemben, mint a semleges egyház püspöke, valamint vérző atyai szívemnek minden melegével szeretném rátok testelni alkalommal minden áldásomat. Most, amikor látni, hogy szerelmetek fenegetlen folyása ide készenített titeket. Szerelmetek nagy, mint a tenger. Háború, de majd bizonyára lecsitul a világ harsan, hogy valóság véget ér. Én, mint az összes párton kívüli nagybaconi farsang püspöke, áldásomat adom rátok. Kéréseinkre őszinte választ várok. Ha meghazadságtól és a röhögéstől válaszolni nem tudtok, kérem, hogy a pálinkától elmondott fejetek bologatásával, vagy nyakatok minimum fekergetésével nekem válaszoljatok. Vőlegi, először most hozzád fordulok. Tömlős Frici fia, figyelj, jó! Most sorsodról határozok. Akarod-e feleségül gyönyörű szép vársonyarcú világszállat katasztrófa Pirit? Ha akarom, ha! Szereted-e ezt a gyönyörű hajadon
aki hordos orodnát, akkor az egy kider. Vele egyezzené, hogy mások is szerethessék, ha hallottál az kedvük és gusztusban. Hát azt már ne! Szereted-e minden hajaszálát, mivel tettük építelek strádát? Elfogadod-e? Félne feledem? Bekötetlen fejjel nemzett mafiávai. Ha még olyan is van. Hordasz-e elegendő vizet, hogy még jobban megfőzöd téged? Még hordhatod. Keresed-e megkiadod-e, hogy azt reménytelen szépségére eltölthessen? Azt már ne! Elviseled-e iszonyatos hullaj szagát, fáradt éjszakák horkolását? Hát majd megfülöztünk! Most pedig te hozzád fordulod, kedves Piri! Akarod-e férjedül a cingár legény? Elfogadod-e más házánál nemzett mátiágait? A... Nem. Válaszolj, jó kérdés. Igen, de vagy nem. Megcsókolod-e a részeges arcocskáját? Még a... Na így, na. Hazatolod-e részegségtől összetört testét a taricskát? Ha kettőket érni, akkor is. Már jó. Megmosod-e gondosan családfáját? Új, meg hogy... Ellátod-e annyi pénzzel, hogy a kocsmából... Kocsmától leszakadjon el? Hát, hogyha lesz annyi pénzzel, hogy én tátok venni, hogy még arra is jusson, hogy visszaesedjon, akkor... Látom, hogy kérdéseire ügyesen megfeleltetek. Egymásnak teremtett titeket az Isten. Látom, elég érettek, valamit feljöttek majdtok a házasság kötésre. Én ezennel farsangi házasságnak kívánítalak benneteket. Amen! Áldásom rátok! Csináljatok sok mátvirág!